Egyetemistáktól volt hangos a szekszárdi fürdő csütörtökön délután. Itt tartották a gólyatábor utolsó napjának vetélkedőit a Pécsi Tudományegyetem kultúratudományi pedagógus képző és vidékfejlesztési kar frissen felvételt nyert hallgatóinak. Idén közel 200 első éves kezdi meg tanulmányait a szekszárdi intézményben. A nappali tagozatra felvett hallgatók 70%-a vett részt a táborban, ami kiemelkedően magas számnak számít. Nálunk Szekszárdon, az egyetemen hosszú idő óta van egy mondás, ami úgy hangzik, hogy az egyetemi éveket lehet leélni és megélni. Azt gondolom, akik eljöttek a gólyatáborba, a megélést választották, hiszen az egyetemi évek életük egyik legszebb időszaka lesz, rengeteg élménnyel és tapasztalattal, és természetesen tudással is gazdagodnak majd. A város különböző pontjain megrendezett gólyatáborban, szakmai programokon és vetélkedőkön vehettek részt a hallgatók, amik során megismerkedhettek egymással, a felsőbb évesekkel, az intézménnyel és a várossal. Így egy első benyomásra, amennyit láttunk a városból, nagyon tetszik, az egyetem is folyó, a társaság is nagyon szimpatikus, úgyhogy a felsőbb évesek is. Mindenki nagyon kedves! A közösen eltöltött három nap során a csapatoknak különböző képességeiket kellett megcsillogtatniuk. Voltak erősségi feladatok, ügyességi játékok, érdekes tesztek, vicces koreográfiák, de még a színészi tehetségükre is kíváncsiak voltak a szeniorokból álló zsűri tagjai.